Jó estét kívánok, ez a Dobszerdai Máradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik a műsorunkat majd vasárnap délben hallgatják. Most ugye készülődés van mindenhol, úgyhogy hát ha éppen be van kapcsolva a rádió, ebédfőzés, vásárlás, stb. Közben meg az autóban. Úgyhogy hallgassák a mai Dobszerdát, mert szerintem érdemes, Verebes István a vendégem. Több okból is hívtam Verebes Istvánt, ő adott rá okot elsősorban, nem én kerestem. Az okok, azok a könyvek, amelyek most így a Covid idején csak úgy áradtak ki a kezéből, kompjúteréből, fejéből. Ezek a könyvek, ezek az ő életéről szólnak, és mikor elolvastam ezek közül kettőt, mert állítólag a harmadik is elkészült, de azt még nem láttam, a Voltak címűt és a Hátra arc címűt, sorrendben fordítva, akkor az volt az érzésem, hogy az, amit ő csinált, az kötelező. Tehát ha valaki leélt 70-valahány évet, és olyan világban forgott első pillanattól az édesapja miatt, amilyenben Verebes István, ugye Verebes Károly volt az ő édesapja, fantasztikus színész előd, akkor ha megtapasztalta mindazt, amit ő megtapasztalt, akkor nem teheti meg, hogy ezt ne adja át a jövőnek, vagy a jelennek. De hogy miért csak most? Üdvözlöm Verebes Istvánt! Nagyon köszönöm, hogy fogadtál. Tegeződhetünk, ugye? Én persze, nagyon régről is van ismerettség köztünk, úgyhogy... Hát nem tudom, hogy miért pont most. Nyilvánvalóan ehhez el kell jutni egy olyan korba, amikor a számvetések ideje jön el. Nem is az utókor miatt gondolom én, tehát ilyen nagyra vágyó nem vagyok, de azt nagyon szeretném, ha legalább a utódaim tisztában lennének abban, hogy én ki voltam, vagy hogy volt egy olyan szemszögem, ami rám jellemző. Egyébként, amit mondsz, hogy kötelező, a Fassbinder azt mondja, hogy ha nem tudsz javítani a dolgokon, akkor legalább írd le. Na várjuk, Nádasdy Kálmán is ezt mondta, amikor mentél be a főiskolára éppen tanoncként, színész tanoncként, és akkor azt mondta neked, hogy van magának írógépe. Hogy volt ez pontosan? Ő volt a rektor, hát ugye? Első fél év volt, tehát azt sem tudtam, hogy ismer-e a Nádasdy. Megállított, aztán van írógépe? Nincs. Mondom, én itt színész hallgató vagyok. Mert hát a félreértő, hogy tudom, azt mondja, akinek ilyen nagy pofája van, mint magának, az írja le. És akkor oktandi növendékként azt mondtam, de hát nem adják ki ezt, nem azért maga barom, hanem azért, hogy jövőre elolvasásra, hogy idén milyen hülye volt. Na, de nem írtad le akkor. És ez akkor ilyen furcsa volt nekem, hogy van ez, húsvét előtt voltunk. Anyám kérdezte még akkor 19 évesen, vagy 18 évesen, mit vegyen nekem húsvér, vegyél egy írógépet. És akkor ősszel már egy elfogadott forgatókönyvön volt a Herskónál. Na most ez csak azt jelenti, hogy még akkor olyan mesterek voltak, akik nem tudom, hogy honnan tudtak valamit, de valamit tudtak. Azért érdekes, amit az előbb mondtál, hogy azért írtad meg, hogy az utókor tudja, hogy te ki vagy ki voltál, vagy nem az utódaid. Az utódaid tudják, hogy te ki vagy, és miképpen gondolkodol. Én nem ezt olvastam ki ezekből a könyvekből elsősorban, hogy te milyen ember vagy hogy mi mindent csinálsz, arról lehet tudni, aki színházba jár, vagy olvas, vagy figyel, az azért nagyjából tudja, hogy ki az a Verebes István, de azt... Juli, még én sem tudom. Jó, oké, nem fogom elmagyarázni neked, hogy én mit gondolok rólad, bár lehet, hogy ez szóba kerül. Az biztos, hogy akikről írsz, azokról megtudunk olyat, amit csak te tudhatsz, vagy csak azok, akik ennyire közel voltak Margitai Ágihoz, és most felsorolok néhány nevet, muszáj elővennem a Puskát, mert olyan sok mindenki, hogy ki fogom hagyni a legfontosabbat, most már előre mondom, és mégis fontos, hogy tudják.
tehát hogy Latinovicsról is, Margitai Ágiról és Lorán Renkéről és Gera Zoltánról és Latabár Kálmánról és Jancsóról és Kozák Andrásról, Szász Péterről, Ácsi Jánosról, Olsavszki Éváról, Bánki Zsuzsáról, Básti Lajosról, Gobbi Hildáról, hát elképesztő, nem tudom sorolni, Kerényi Imre, Kézdi, Vámos László, Gábor Miklós, tehát hihetetlen, hogy milyen névsor az, akikkel te nem, hogy ismerted őket, mert én is ismertem őket, sőt a rádióban, ahol együtt dolgoztunk a Pagodában, ők mind megfordultak. De te olyan személyes kapcsolatban voltál velük folyamatosan szinte, vagy legalábbis átmenetileg minden egyes forgatáson, színházban, rendezésen és egyéb ilyen helyeken, amilyenben nagyon kevesen. Hát áldásos volt az én pályám, már onnan datálva, hogy színés családban nőttem fel, tehát már gyerekkoromban olyan gigászokkal ismerkedhettem meg, ami igen ritka. És nagyon-nagyon-nagyon sok szerencsém volt. Tehát az, hogy a Dajka Margit mellé oda kerülhettem az utolsó... Nem is mondtam, látod, pedig az egyik legfontosabb embered volt. Hát az valószínűtlen volt. Vagy hogy a Harag György, hogy miért engem választott arra a szerepre Gyulán, amire választhatott volna 100 színészt. Az mi volt a szerep? Mondd el, légy szíves. Megírod, de nem fogom én elmondani helyettet. Nem is voltam a pályán, hanem lapnál voltam, az Ádám című lapnál voltam, hát újságíró, mert ugye. És Sík Feri elmesélte, ő volt Gyulán, ugye akkor az igazgató, hogy a Harag Gyuri azt mondta, először úgy jutott, hogy a Darvas Iván és a Kálmán Gyuri játssza azt a két szerepet, amit aztán lejjebb ment Korban és a Lukács Sanyi játszottan, és azt mondta, láttam a tévében Miskolcról a Komámasszony, hol a Stukert, abban a kis polgárt, az a srác, aki játszotta, azt kérem. Hát mondta a Sík Feri, ez már nem is nagyon gyakorol, hogy azt konferál, kabarék, aztán nem baj, én azt akarom. Na most az a Kámüller nevű szerep, amit én játszottam, az köszönő viszonyban nem volt a Déciusszal, amit Gyulán játszhattam. És mégis. Nem tudom. Jó, megérzés. Ez voltál, és akkor egy olyan rendezővel találkoztam, aki átformálta a szemléletemet. Mennyiben? Nem tudom elmondani, mert a Pali csoda volt. Jó, de azt biztos el tudod mondani, hogy alapvetően mit gondoltál a világról, és mi az, amit megváltoztattál. Egy fiatal színész voltam, és hát Stanislavski, és pszichologizáltam, hogy akkor, de mit, vagy hogy, meg... Csak azt mondta, ide figyelj, a színpad az egy sűrítmény időben, térben. A lélektan a színháznak, a színpadnak a partner előző mondata. Olyan hirtelen történnek fordulatok, és olyan sűrítve mesélünk el egy történetet és sorsokat, hogy minden hiteles, ha te meghallod, hogy a partnered mit beszél. Én akkor igazán ezt nem is értettem. Hát hiszen megvan írva a szöveg, tudom, igen, hogy mit beszél a partnerem. És aztán később jöttem rá, hogy ez mennyire így van, hogy mennyire bátran lehet fordulatokat, pillanatokat egy helyzetben megfogalmazni színészekkel. Vagy azt sem tudtam, hogy mit csináljak, és álltam ott a Hőségben, a Gyulai Várszínpad színpadán, a kezemet nem találtam a Seffel Jutka tógájában, és oda jött mellé, megbökött, és azt mondta, rájöttem, ő az áruló. Uh-huh. És semmit nem, és azon a főpróbán még kétszer valamit odaigazított, és gurult az egész. Ettől lett igazán darab a és darab. És akkor hadd mondjam el, hogy... Na de várj, ezt magyarázd el, mert hogy ő az áruló, ha erre rájött, akkor az azt jelenti, hogy a darab jól van megcsinálva, vagy jól játsszák. Hát annyira jól, hogy elvittük a Pécsre egy másik térbe, és ugyanúgy ment. Szóval nem volt két színész a Hegedűsdén és a Lukács Sanyin kívül, akik valaha találkoztak színpadon. Az Őze Lajos, aki hát nem vetette meg az alkoholt, az alatt a 4 hét alatt egy kortyot nem ivott. Mert ez annyira fontos volt ez az előadás. A Harag Gyuri
reggeltől éjszakáig velünk volt, és élt velünk, és ismertük meg egymást. Hát van ilyen, mikor angyal száll, és egy társulat lett. Egy társulat Tehát lett. Ez volt az, gondolod, az a, mikor meghúzzák a ravaszt egy ember életében? Igen, és nem, valami nem olyan lelövik, tudott, hanem elindítják? Amire lehetett ma is. Csak mondok egy példát. Ugye arról szól a darab, hogy a Caligula szobrát be kell tenni a zsidó templomba. Igen. Na most ez mindenhol azóta is, akkor a szobrokat csináltak, ugye, mert hát, hogy a nagy templomban legyen jelentősége. A Gyuri az egy arasznyi, kicsi szobor, ekkora, mutatom. Igen. Arasznyi. És azt egy 6x6 méteres szarkofágon hozta be 40 hentes tanuló, azt a picit. De ezt hogy csinálták? A Gyulán. Jó, de hogy? Egy hatalmas nagy ácsolat volt, 6x6 méter, és a közepén volt ez a pici. De ezt látta a néző, hogy milyen idejtelen. Hát se tudták, hogy mit hoznak. És ezt csak kiderült, ezt rugdosták, mint egy focilabdát. Ez miért volt jó? Hát mert egy ilyen kis lószarról van szó. Egy ilyen pici kis szoborról. Ugye az egész dolog erre épül? Hát erre épül az egész. Hogy az nem lehet betenni egy bálványt abba a templomba. Ez a lényeg ennek a darabnak? Ez a lényeg. És hogy így tudta csak jelezni, hogy ennek... Na jó, de ha ez indított el, Harag Györgynek köszönhetett, hogy egyszer csak másként láttad a színházat? Az egy adalék is volt. Tehát még számtalan ilyen volt a Dajka, ilyen volt a Törőcsikkel dolgozni. Amikor az ember 50 éves, azt hittem, hát most már olyan sok újat nem nagyon tudnak nekem. Akkor dolgoztál vele először? Igen, a Törőcsik. Az hogy volt, hogy a Törőcsikkel, hogy kerültetek össze, vagy ezt a sors, hogy intézte? Megmondom őszintén, én nem voltam rajongója a Törőcsiknek. Elismertem, hogy jó színész, de ez a legendárium, ami őt körülvette, ez engem nem fogott meg. Szolnokra szerződtem Nyíregyháza után, és ültem a társadalomba, és figyeltem a Marit. Azt mondtam a Svajdának, kérdezd meg, hogy dolgoznál velem. De miért akkor konkrétan mire gondoltál, hogy miben dolgoznál veled? Azt még nem tudtam. Aha. Hogy kipróbálnál szívesen. Akivel egyébként feszült volt a viszonyom, mert ő tudta, hogy én a Major Tamásról egészen más gondolok, mint ő. Te nem szereted a Major Tamást. Van. És akkor találkoztam egy színésznővel, aki mindent tudott magáról és a szakmáról. Tehát amikor valakivel így dolgozol, akkor egyszer csak előjön, hogy kik azok, akik elő dolgozott, a Gellért Endre, a Major, a Vasziljev, a Ljubimov, és aztán hadd ne soroljam, hogy kik még, a Fábricz Zoltán, és az mind ott volt ebben a nőben. Iszonyú jókat veszekedtünk, és közben fölnyílt a szemem olyan egyszerű dolgokra, amikre aztán 10-20-30 év után nem is gondol az ember. Tehát akkor azt mondtam, ja, hát ez tényleg a világ egyik legjobb színésznője. És ő téged minek tartott? Mindent tudott. Nem, de téged ő mire tartott? Van tőle egy Kossuth díjam. Ami mit jelent? Azt jelenti, hogy a 80. születésnapján a Nemzeti Színházba összehívták az összes rendezőt, akivel dolgozom, 50-en voltunk ott. És felmentünk a színpadra, és letettünk egy sárga rózsát. És utána volt egy interjú egy héttel később, nem tudom kivel, és azt mondta, kérdezte a riportet, kik voltak ott. Azt mondta, hogy a Zsótére, ez sorolta. És egyszer csak megállt, és azt mondta, a Verebes ott volt? Kérdezte a Törőcsik Mari. Tehát az, hogy nem vett észre, amikor ott volt, természetes 50 között, de hogy eszébe jutott, hogy én ott voltam-e,
Az azért ez egy Kossuth díj. Vagyis fontos lettél neki. Valamitől talán szereti. Mesélted ezt az előbb a Harag Györgyről ezt a történetet, hogy pont téged akart valamiért. Volt neked ilyened? Mondjuk Töröcsik Maria az nem egy hasonló történet, mert azt lehetett tudni, hogy jó színésznő. De hogy te valakit úgy vettél észre, hogy senki más nem tudta akkor még, hogy az igazán érdemes arra, hogy játszon egy darabodban, vagy amit te rendezel. Ez egyik legnagyobb kudarcom, de nem mondom a nevét. Jaj, de kár. Egy fiatal színésznő? Fantasztikus színésznő. Nő. Fantasztikus. De nem olvastam én ezt a könyvedben? De. Ezt lehet, de ott sem mondtam. Ott sem mondtad el a nevét, igen. És 20 évig vártam rá, hogy dolgozhassak vele. Valahogy megint egy véletlen kapcsán sikerült, és hát nem találtuk meg a hangot. Lehet, hogy a te hibád volt. Lehet. Inkább azt hiszem a diszpozícióm. Az mit jelent? Hogy épp nem voltál jó állapotban? Vagy, nem. Vagy ő nem volt? Nem szoktam hárítani a felelősséget, de ez esetben én nem voltam elég divatos rendezőnek. Azt mondják rólad, István, hogy te a szakmák között is, meg az ideológiák között is, meg a világhoz való kapcsolatodat tekintve is, olyan sokféle vagy, és váltogatod ezeket. Ki vagy te tulajdonképpen ezt? Tudom, az elején azt mondtad, hogy te se tudod, hogy ki vagy. De most visszakérdezek, azért egy kicsit talán tudod. Te hova sorolod magad? A képesítésem szerint színész vagyok. Mint tudjuk, a Nádasdy Kálmán is már azért szólított meg. Ebben együtt én magamat nem tartom olyan színésznek, akivel mindenképpen dolgozni akarnék. Mert? Ha büszkének, azt hiszem, hogy amennyire meg lehetett tanulni a szakmát, azt megtanultam. De miért nem alkalmaznád magad egy darabban, ha te lennél a rendező? Bármilyen furcsa, és senki nem hiszi el, csak a feleségem, hogy én egy szemérmes ember vagyok. Én, amikor oda kerültem, hogy nekem vallanom kellett a színpadon, akkor azt mondtam, hogy mi az túró köze van annak a 600 embernek, hogy nekem mi a bajom. Ha meg nem jutok el oda, akkor meg mi a fenének megyek arra a színpadon. És én ezért tartom magam színház rendezőnek, mert az egy morganatikus gemkapocs, hogy valami feladatban, valakiben én is megvalósulok. Tehát az nagy varázslat. És közben ő elmondja azt, amit nekem nem kell szemérmetlenül elmondani. Tehát te segítesz neki jól elmondani amit valaki jól megírt. Ha tehetséges vagyok. És tehetséges rendezőnek tartod magad? Hát, ha nem tartanám annak, akkor nyilván nem csinálnám ezt a szakmát. De abban jól érzed magad, azt akartam kérdezni. Tehát ott azt gondolod, hogy nem nagy a kabát, vagy nem kicsi? Ha bíznak bennem, ha megfelelő időt kapok arra, hogy dolgozhassak, akkor igen, de az elmúlt 10 évben rendkívül sok nemet mondtam, és sok helyet hagytam ott. Miért? A különféle okok miatt. Amikor elmúlik egy öröm, én mindig jó helyzetben. Tehát mindig a legjobb helyzetben. Elmúlik egy öröm, elmúlik egy bizalom. Érzem, hogy terhes a jelenlétem. Még akkor is, ha egy rohadt szót nem szólok, de tudják, hogy miről, hogy vélekedem. Akkor én inkább lelépek. Tehát én nem, hiába mondják, hogy én egy konfliktusos ember vagyok, nekem, amikor már konfliktus van, én már nem vagyok. De te egy nagy lelépő is vagy azért, legyünk őszinték. Szeretsz lelépni, vagy legalábbis úgy érzed, nem szeretek nem lelépni, ha kell. Igen, kevesen képesek erre, nem tudom, ez jó tulajdonsága vagy rossz. Na ez azért van, amit mondta, hogy sok lábon állok, ezt senkinek nem javasolnám a szakmában, de én olyan szerencsésen alakultam, hogyha nekem nem tetszett valami, elmentem, írtam egy kabarétréfát, megvettem a karácsonyi ajándékot, vagy elmentem szerkesztőnek a tévébe, vagy egy újsághoz. Vagy a rádióba. Vagy a rádióba, vagy a kalumnium rudakat hordtam a Soroksári úton, az se zavart. Mit csináltál?
alumínium rudakat hordtam 2 hónapig a sorokságra, éppen karácsony előtt. Mert? Épületgépészeti vállalat. Maszolai Pistának a nagybátyja ott volt főmérnökön, és látta, mondtam, hogy egy házban laktunk a Maszolai Pistával, jártam. Milyen Pista? Maszolai. Maszolai Pista. Győrben, kiváló színész, nagyon jó barátom. És eleged volt a győri? Nem, nyomorogtunk. Hát már 2 gyerek volt, nevelt lányom, és hát nem volt pénzünk. Uh-huh. És karácsony előtt voltunk. Hát most nem azt mondom neked, hogy az ottani melósok nagyon sok terhet raktak ránk, mert az alumínium rúd alá álltam, és a vállam és a rúd között volt 30 centi. De... hát azért remélem, erről fénykép készül. De például, amikor a heti hetest ott hagytad, és mindenki megharagudott rád, úgy érezték, hogy elárultad őket, akkor is azt gondoltad, hogy na, ebből most nagyon elég, mert... Miért is? Sok népszerű voltál. Ezt nem lett volna szabad elvállalnom, de... Már eleve? Eleve. Na, de hát sok pénzt fizetnek, vagy az sosem vonzott olyan nagyon? Az volt az oka. Az volt. Elvállal. Ez sokszor történt most veled? Most azt mondja az Ónodi Gyuri, akit egyébként kedvelek, mert ő volt a szerkesztő, nagyon helyes ember, hogy én egy hazug disznó vagyok, mert én szerettem azt csinálni, ezt nem tudom megmagyarázni, hogy... Pedig mintha lubickoltál volna abban. A néző számára legalábbis ez jött le. A cirkuszi ló is lubickol, amikor körbe kell szaladgálnia, de amikor beviszik az istállóba, nem biztos, hogy büszke arra, hogy őt egrecíroztatják. Tehát te mindig úgy mentél haza, hogy ezt nem kellett volna? Nem, csak én tudtam, hogy ez egy olyan szerep, amit nekem nem szabadna vállalnom, mert kurvaság. De miben a... Hogy pénzért eladom a világnézetemet, pénzért eladom az állásfoglalásomat, hogy ebben próbálok népszerű lenni. Na, várj egy picit, álljunk meg. Az ember mindent, amit tud, azt kénytelen pénzért eladni, mert hiszen, ha nem kapna pénzt azért, amit megtanult, akkor éhen halna. Most álljunk meg egy kicsit, és gondolkodjunk el azon, hogy hol van ennek a határa. Tehát mi az, amikor, amitől kezdve ez már prostituáltságnak számít, hogy a kurvaságot te én neveztem. Az nekem fontos-e, amit csinálok pénzért? Hogy ma már nem vállalok olyat, ami nem öröm. Azt mondod, hogy minden pénzért adunk, amit tudunk. Nem mindent, koromban nem voltam ez igaz, strici. Hogy nem mindent, mert az ember adakozik, meg szívesen segít, meg nem tudom. Fiatal koromban nem voltam strici, pedig nagyon szerettem a nőket. Tehát tudtam valamit, de azért strici nem voltam. És ez striciség volt, hogy te a heti hetesben olyan műsorban szerepeltél, amit... Saját magamhoz méltatlan... árulkodás magamról. Hát szóval nem gondolom, hogy akár Orbán Viktor számomra számottevő lehet, hogy én az Orbán Viktor kritikájával tündököljek. Hát pedig volt egy idő, amikor még szeretted is. Azzal is tündököltél. Nem, hát nem nagyon szerettem akkor sem. Hát a műsor attól lett olyan sikeres, mert éppen az ő regnálása alatt kezdődött, de nem. Ha ez a Gyurcsányról szólt, vagy a Megyesi Péterről, akkor is. Szóval hogy jövök én akkor, hogy ezekkel foglalkozzam? Hát nem ez az én dolgom. És hogy csak azért vállaltad, mert fizettek, azt gondolod. Ezt kevesen kevesen mondják a el. A fiam magukról. Londonban. Igen. Kinézett egy filmfőiskolát. Hát ő nagyon jó lett ebből, úgyhogy megérdemelte, hogy ott végezzel. Mindig annyi pénzt keresem, amennyire szükségem volt. És tudtam, akkor is tudtam, hogy ennek következményei lesznek. Tehát annak is következményei vannak, hogy én itt most beszélek veled. Hát annak is következmények. Mindennek van következménye. De az egy másik kérdés, hogy mi az, amit én akarok vállalni abból, és mennyi az, amit igényelnek tőlem. Na jó, de várj egy pillanatra, azért még oda visszatérnék, csak hogy én értem, hogy vállaltál valami olyasmit pénzért, amit csak a pénzért vállaltál, és közben egyáltalán nem azt gondoltad, amit mondtál? Nem. Tehát nem ott ültél, és hazudoztál pénzért? Nem. Hát akkor nem kell annyira szégyelni. Hát gondolom, azt mondtad, amit gondolsz. Nem.
hiszem, hogy nekem dolgom igét hirdetni, mint ahogy a színházban sem. Tehát a színház is egy igehirdetés, azért a belegondolom. Nem, én nekem nem. Mi a színház? Kérdés. Kérdéseket felvető. Kérdéseket, igen. Kérdezni, és rábízni a nézőre azt, hogy mit válaszol, nekem. De ez nem biztos. De a rendező, ha így gondolkodik, akkor nagyon nehéz dolga lenne a színészekkel, hiszen a színészeknek azért tudniuk kell, hogy milyen rendezői elképzelést kell megvalósítani. Ez nem mond ellent a dolognak. Nem? Nem. Egyáltalán. Én most elvállaltam egy szerepet. Kaposváron fogom játszani. Mit? Nagyon jó referenciákat gyűjtöttem össze, úgy hívják Szabó K. István, egy 44 éves erdélyi fiatalember, és nagyon asztalnál 3 nap elmondta, hogy mit gondol. Milyen darab? A Karamazov testvérek. Aha. Mi leszel? Sztárecet játszom benne. És akkor innentől kezdve... Már egy sztárec vagy egyébként. Igen. Bocsánat, mondom én. Játszottam Rabbit is, már mindent játszottam. És akkor innentől kezdve nekem az a dolgom, hogy egy eleme legyek ennek, amit ő elmond, és körülbelül érzem, hogy mit. Az a legyet értesz. És hogy nekem miért fontos. Na most ez a dualitása a rendezői színésznek, tehát azt én nem tudom elérni, mint rendező, hogy a színésznek mi legyen fontos. Alkalmat tudok adni rá. És ezen belül megpróbálom azt, van egy arszpoétikám, hogy lehet, a legléhább darabban is kell legyen valami, ami egy hiteles kérdésföltevés. Uh-huh. Hogy igen, ez azt mondja a néző, ez csípi az én szemem. Igen, én is. És az én arszpoétikám az, hogy 600 ember befizeti a pénzt, ezért a 600 embernek ezért a pénzért én nem tehetem meg, hogy unatkozzanak. Tehát nekik szórakozni kell, vagy legalábbis... Na de heti hetesben is ez volt. Igen, de közben kell legyen 3-4 ember a nézőtéren, akinek azt mondom, hogy te jól gondolkodsz, én is így gondolom. Én megerősítelek abban, amit te... És úgy megy haza, hogy valami megerősödött. Igen. A Kaposvári Színháznak... Ennek a mixtúráját rettenetesen élvezetes, nem mindig sikerül kigyakorolni. Az nem bánt téged, vagy nem zavar, hogy a Kaposvári Színház híre ma nem, enyhén szólva nem nagyon jó? Latabár Kálmán azt mondta, ahova én föllépek a színpadra, legyen az operettszínház, vagy egy hordó, egy kocsmában, ott van a színház. Ezen belül azért vannak distinkcióim, tehát mindenhova azért nem mennék el. Ezt akartam pedig pont kérdezni, hogy akkor de ennek alapján... Hadd mondjam azt, hogy megnéztem egy-két előadást, és ezeknek az állaga fölöttem van a magyarországi átlagnak. Igen? Igen. Tehát az a főrendező, fiatal főrendező, oltam, nem azért mondom, hogy még egyszer hívjon, mert hát ha nem hív, nem hív, de nagyon markáns, roppant markáns és kvalitásos rendező, még ráadásul állítólag jó színész is, én nem láttam, és azt látom, hogy akar valamit. Most láttam egy előadását. Nem értettem vele egyet, de pazarul van megcsinálva. Pazarul. Tehát nekem hát az olyan darabban nem könnyű játszani, amivel a színész nem ért egyet, hogy mondod, de hogyha jól van megcsinálva, akkor még az is lehet, hogy siker lesz. A másik, amíg ezt mindig mondják, hogy te fideszes színházakban válasz szerepet. Majdnem így fogalmaztam az előbb, csak ezt utálom, ezt a fideszes, meg nem fideszes. Hát mondjuk ki, hát ezt mondják rá. Hát persze. Az elmúlt 10 évben jószerivel, csak fideszes, úgynevezett fideszes hát igazgatók olyan, hívtak. Oda nem hívnak, ahol nem fideszes nem, igazgató hát, van. De miért te fekete seggű vagy, ahogy mondani szoktál? Hát én azt elintéztem magamnak. Hogyan?
Szándékkal, vagy hát nem, véletlenül? Mert ahogy a feleségem mondja, nekem nem tetszik semmi soha. Aha, és ez így van? Hát biztos. De hát a Fideszes Színház ezek szerint tetszik? Igen, de akkor hadd mondom azt, hogy ha engem az érdekelt volna, hogy az igazgatónak mi a pártállása vagy a világnézete, akkor a szocializmusba sem léptem volna be egyetlen. Ebben igazad, ez nagyon jó válasz, viszont az előbb kérdeztem valamit, és én nem hagytam, hogy válaszolj rá, hogy te mi vagy tulajdonképpen leginkább. Mondtad, hogy színész, mondtam, meg rendező. És egy grafomán vagyok, ugye? Igen, most már tudjuk, hogy grafomán. Mostantól író is vagy. Én azt gondolom, hogy egy színházban gyakorló érdemiségi vagyok. De a legfontosabb az, hogy három gyereknek az apja. Ez még ennél is fontosabb. Igen, most akkor visszatérve Sparrowra, aki ugye a fiad, és aki fantasztikus sikert könyvelhet el magáinak, mondhat magáinak az utóbbi időben is, meg már korábbról is. Én még emlékszem arra, véletlenül együtt voltunk Londonban, lehet, hogy te egyáltalán emlékszel már, ő akkor került oda. Igen. A londoni film színházművészeti. És akkor ott Londonban találkoztunk. És találkoztunk, és akkor áradoztál arról, hogy ez a világ legjobb iskolája, ahol ő tanul. Nagyon jó iskola volt. És én el voltam attól ragadtatva, hogy neked mennyire ez a legfontosabb akkor éppen. Ez nagyon régen volt. Azóta is. És ezek szerint ez így is van. Jó, tehát három gyerek apja, de még mindig nem tudom, hogy mindaz, amit a te nevedhez köthetünk, rádiós kollégák voltunk, erről már beszéltünk, te 10 évig a Rádió Kabarénak voltál munkatársa, konferencié voltál, szilvesztereket mindig te konferáltad, a Rádió Kabarékat, azt hiszem hétfő esténként mindig te konferáltad, vagy majdnem mindig. Írtad a kabarétréfákat. És mintha nem is akarnál ezekről tudni, ezt felejtős dolognak gondolod? Júli, nem tudom, hogy biztos, hogy vannak önreflexióim, de ezek mindig időszerűek. Nem az én dolgom ezt meghatározni, hogy ki vagyok. Abban a pillanatban, ha én elhinném, hogy én vagyok a verebes, mert itt a klubrádióban Váradi Júli beszél a Dobszerdában velem. Tehát az már valami? Hát persze, hogy valami. Helyes. Hát mert nem mindenkivel beszélgetsz. Az biztos. Ha én ezt elhinném magamról, és mivel értelmisége vagyok, mindenben ott a kételj. Ha nem kételkednék abban, hogy ez a pillanat éppen most aktuális, de már holnap nem lesz az. Ha nem határoznám meg, hogy mi az, ami egyetemes számomra, és abban én milyen egy piciny pont vagyok. Tehát amikor én a kölni dóm előtt, meg apám azt mondta, hogy mész Londonba, de Kölnben állj meg. Nem volt egy ilyen nagy turista, hát ott állj meg. És hajnalban. Az ember értem. Kimegy az állomásról, és az állomás üvegablakán keresztül meglátja a Kölni dómot, az nagyon érdekes dolog. Hajnalban kiszálltam, nem is lehetett bemenni, aztán később visszafelé. És megálltam a Kölni dóm kapuja előtt, és fölnéztem. És azt éreztem, hogy egy porszem vagyok. De közben meg azt éreztem, hogy azért ezt mégiscsak az ember emelte az Isten dicsőségére. Ha nem veszem tudomásul, hogy ez a 78, nem tudom mennyi év, ez csak nekem és néhány szerettemnek fontos, vagy barátomnak, vagy néha munkatársamnak, azoknak már kevésbé. Akkor ha én ebből egy... Ezt elkezdem misztifikálni, és azt mondom, hogy hát én ezt is tudom, azt is tudom, nem tudom. Akkor nagyképű fickónak tartanak. Nagyon fontos dolgot észleltem a könyveid olvastán. Örülök neki. Nem tudod, hogy mi az. Nem baj, akármi. Az, hogy van benned egy olyan képesség, egyébként ez, azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, de van, aki ezt nem nagyon kedveli. Hihetetlenül tudsz rajongani, és a rajongásod az gyakran olyan érzelmi állapotot is előidéz a számodra, ami már a szerelmet is súrolja egy-egy ember irányában, akit fontosnak, nagynak, jelentősnek tartasz. Ebből a könyvből az derül ki,
hogy sok ilyen szerelmed volt, most idézőjelet teszek a, mond, a szó ez két oldalára. Ez nekem is furcsa volt, ezt én is észrevettem, de ez nem volt tudatos. Feleségem az egyik úgy tetszik nekem, hogy mindig idézed a feleségedet. Kifogása, hogy én az érzelmeimet nem artikulálom. Úgy látszik, hogy ez szélsőséges, és megint az írásban jön elő. Tehát eddig ezt nem is tudatosítottad, amíg nem. le nem írtad? Nem. Érdekes. Nem. Tehát ahogy nem. írsz Dajka Margitról például, vagy Olsavszki Éváról, vagy nem nőkről feltétlenül. Tehát Olsikában akkor voltam szerelmes, akkor a partnerem volt. Akkor jó, fiatal emberként kigyulladt bennem valami, de hát közben a férje ott vett egy marhaság. Jó, de Dajka Margit nálad hány évvel volt idős? Dajka Margitról mai napig szerelmes vagyok, az nem. De mi nálad ez a szerelem? Ezt tudod definiálni? Nem tudom, a közelében kellett lenni. Jó, hát akkor elmondom. A Kutvölgyi Erzsi volt ugye a Boros Ményében a harmadik színész, és a Tettinger Éva volt az asszisztens. Melyik volt ez a darab? A Bors néni. A Bors néniben. Ja, hát a Dajka Margit legnagyobb szerepében. És ültem a nézőtéren, és a Kutvölgyi Erzsi maszkurálta a vállamat, hogy bizerézett. És a Margit odajött, elhessentette a Kutvölgyi Erzsit, elkezdte simogatni a nyakam meg a vállam, és csak a jó ízlésem tartott vissza, hogy tegyek ajánlatot neki, aki akkor már 70 fölött volt. Olyan volt a bőre illata, olyan volt a mosolya, olyan úgy nézett, olyan, hát nem tudok más mondani, érzéki volt a nő. Hogy tehát ez egy igazi vonzalom volt a részedről. Hát, nem, hát sublimált nyilvánvalóan, tehát nem realizálható állapot, de a szívem megdobban, ha arra gondolok. Hát de Gera Zoltánról is majdnem ugyanilyeneket mond. Gera Zoltánt is magasra emeled, és Latabár Kálmánt is, és Jancsó hát Miklóst. És igen, tehát, hogy ezek az emberek mit tudtak, ami téged ilyen módon a, nem is tudom, hogy fejezem ki magam, a szolgájukká tett. Valamitől fontosak voltak nekem. Olyasmit adtak neked, amit valami olyasmit lehetett ellesni. Máig tudsz használni. Igen, és akikkel dolgoztam, azoknak a gesztusai és szeretete és bizalma az nagyon megtisztelő volt, de mondjuk a Latabárnál ott egész más például a helyzet, mert ővel egyetlen egy valamire emlékszem, hogy gyerekkoromban a Operettszínház előtt lehetnem 6 éves, 7 éves, előttem van az arcom, monoklival, nem tudom, megsimogatja az arcomat, és kérdez, és én tudtam, hogy ő a Latabár Kálmán, meg arra gondoltam, hogy a Fel a fejjelben miért a Benkő Peti játszotta azt a szerepet, amit nekem kellett volna játszani, de a Latabár Kálmánnak a magyar színház művészetben elfoglalt értéke, az számomra különleges, mert ha bárki színésztől azt láttam volna, amit a Latabár Kálmán művelt, akkor hánytam volna, és a ripacskodásra gondol? És ez a Pali meg elbűvölt a baromságaival, mert valami olyan emberszeretet jött belőle, annyira nem az exhibíció, hanem az, hogy ti érezzétek jól magatokat ott lenni, és ezért én mindent megteszek. Gábor Miklós is ezek közé, az emberek közé tartozik. Itt zárójelbe teszem, hogy belé én is szerelmes voltam, de engem nem tanított meg semmi olyanra, amit jól lenne. Nagyon tiszteltem, és nagyon érdekelt engem. Vele se dolgoztam, csak bizonyos kapcsolatban voltam vele egy-egy eset kapcsán. Nagyon tiszteltem, és nagyon érdekes volt számomra az ő színészete, ami megint csak azt mondom, mikor nagyon túlon-túl színészkedős volt, és aztán mikor meg nem, akkor meg sokkoló. Tehát, amikor igazi emberként volt színész. Azt lehetett megtanulni, hogy egy színésznél mit hagyjak, és mi ellen tiltakozzam. Mensáros? Hát az más. Az is szerelem.
az tanítómesterem. Azt, mert? Azt mondja, hogy ő is kiválasztott magának fiatal, talán mondhatom barátját, azt, hogy az utolsó években engem választott, hogy a mikroszkóp színpadon minden hónapban beszélgessünk, és a közben elmondott verseket, vagy hogy játszottam vele színpadon, és hogy rendelem, fölkerestem őt, és amit ő mondott, annak a kultúrája, annak a humanizmusa, annak a bátorsága, annak az egyszerűsége, hivalkodásmentessége, az olyan módon fegyelmezett engem, hogy talán az apáméhoz mérhetem azt a jelenlét. A bűntudata, a büszkesége, az öniróniája. Akkor viszont kérdeznék. Nagyon nagy ember volt. Nagyon nagy ember volt. Szerinted van-e ma olyan fiatal vagy közép generációs színész, aki majd leül egyszer és könyvet ír, és abban például a Verebes is szerepet játszik? Nagyon kellemetleneket kérdezem. Nem csak rólam nem, mert hát rólam nem, az nem. Igen, és nem csak rólad kérdezném. Ezek a könyvekben az hiszem az is jelen való, hogy a mi generációból, amely nagyon tehetséges, roppant tehetséges, kortársaim vannak, de a nagyság az kimúlt. Miért? Mert hagytuk. Hogy? Hát ezt nagyon, nagyon, néhány mondatban nagyon nehéz. De tudsz valami lényegit mondani erről, hogy mi veszett el, tegnap, vagy mit hagytatok? Most tegnap, a harmadik kötetet, abban van a Zimmer Józsefnek, mondasz a név valamit? Emlékeztes, igen, de nem nagyon. Az egyik legrangosabb dramaturg volt, aki a Németh Lászlóval, meg az I.S. Gyulával dolgozott együtt, egy nagyon nagy tudású. De visszahoztad az agyamba, de nem emlékeztem és igazán. Van egy könyve, és abban ír a Major Tamásról. És ami történt az államosított színházakban és az 50-es években, és ennek a korifeusa Major Tamás volt, az ott elzüllesztette a bánásmódot a színészekkel. A Básti Lajosnál nem lehetett megtenni azt, amit viszont a Major utódai eltanultak, vagy mit? Átszoktattak a maguk működésébe, úgy nagyon nagy tehetségű kortársaim. A színész báb, a színész álljon haptákba, csinálja, amit én mondok. Nem kell ember számba venni, és hát ennek aztán egy csomó, ja, csomó következmény. Ezt terjesztett el Major Tamás, azt mondod? Ez onnan jön. Na de várj egy picit. Amikor ezt a Major, ha valóban így volt... A major nem durva volt. Nem azt mondom, de azt mondod, hogy neki köszönhető, hogy aztán ez így kezdett el működni. Hát azért őt követően még voltak nagyságok, tehát ez időrendbelileg nem egyeztethető pontosan. Már azok a rendezők, akik lehettek volna mellette, azok mind egy picit kilettek, szólítva még a Várkonyi is. Igen. Egri István, Szendrő József, ha nem mondjam. Uh-huh. Ezek mind baloldali emberek voltak, harcostársai. Ahogy a Gellért Endre másodszor sikeresen öngyilkos lett, a Timár József, a sokan lettek öngyilkosok, sajnos. Ahogy a Gobi Hilda és a Sinkovics ki lett nyírva a Nemzeti Színházból. Tehát azt gondolod, hogy Major Tamás volt a rák fenéje, a színház romlásnak. Major Jánusság. Ez nagyon érdekes. És ezt írja meg címmel? Rájöttek, hogy autokratának kell lenni. De el kellett telnie hosszú időnek, vagy eltelt egy csomó idő. Hát el lehetett volna, hogy múljon már ez a hülyeség, hogy lenézzük a rendezőt, meg lenézzük a színészt, meg. Hát lehetett volna újat csinálni. Miért nem építettetek egy új világot? Ebben igazad van. Uh-huh. Ezt az én korosztályom elmulasztotta, hogy azt mondja X-nek, Y-nak, hogy na ezt velem nem. SFE és Free SFE. Te tanítottál valaha? Há.
Miért? Hát hogy kerültem volna én oda? Hát, mert ilyeneket mondasz, akkor miért nem tanítasz? Hát volt, hogy foglalkoztam fiatalokkal, de nem eszefén. Én abból a körből én ugyanúgy elmentem. Miért? Hát mert én Kaposváron, nagyon fontos volt Kaposvár nekem, és nagyon sokat, nagyban hat az én működésem, hát de én azt a ridegséget, éppen azt a ridegséget és azt a szarkasztikus figyelmetlenséget, vagy bánásmódot, azt én nem tűrtem el. Érdekes, de nem lehet, hogy veled személy szerint voltak ilyen figyelmetlenek, és másokkal meg nem? Nem, mindenkivel, csak volt, aki jobban viselte. Volt, aki imádta. Hogy? Volt, aki imádta, volt, aki nagyra tartotta, volt, aki azért szeretett ott lenni, mert ilyen volt a hangulat. Júli, mindenkit imádunk addig, amíg érdekünk. Igen. Bizony. Én nem. És aztán utána egyszer csak kiderül, hogy nem is imádja annyira, csak imádta. Na minden esetre csak azért kérdezem a Free SF-et és az SF-et, mert azért azt gondolom, hogy aki a színházzal ilyen viszonyban van, mint amilyenben te, annak biztos van erről az egészről véleménye. Azzal együtt, hogy azt mondod, hogy te nem nagyon kapcsolódtál. Kérdezem. Mert ahhoz, hogy erről a véleményemet elmondjam, ahhoz ártanom kell azoknak, akikkel egyébként bestiálisan járt el a hatalom. Hatalom. Tehát... Miért bántanád őket? Lenne okod? Mert a Vigyánszky az egy következmény. A Vigyánszky sértettsége érveim mélyén van némi indokoltság. Mindent megkapott, amit elképzelni lehet. Ennek ellenére amit ott leváltottak a főiskolán, az egy kirekesztő kör volt. Ugyanúgy kirekesztett. Téged, vagy másokat? De engem nem, mert nem is vágytam oda. De ha úgy tetszik, hogy rám legyintettek, és az a szellemi kör, és az a ízlés klikk, ami egyébként hozzáteszem, nagyon tehetséges. Sokkal tehetségesebbek, mint akik most. De akkor jobb, hogyha ők az ízlés diktálók, mint hogyha a tehetségtelenek, nem? Egyértelműen, de az nem menti föl azt, hogy oda 20 évig senki más nem tehette be. Látod, hogyha betette, akkor a Benedek Micot ugyanúgy kiebrudalták, mint a Jordán Tamást. Ők nem gondolják ezt szerintem. Ők nem állnak szemben ezzel. Téged nagyon megbántotta? Nem, soha. Nem? Sőt. És ha hívtak volna? Sőt. Nem mentem volna. Nem? Nem azért, azért nem mentem volna, mert az a véleményem, hogy aki tanít, annak arra kell áldozni az életét, annak abba kell hagyni a pályát, mert az egy iszonyatos felelősség a fiatalokkal dolgozni. Figyeled egy kicsit, hogy ők most ott mit csinálnak? Nem a tanárok, hanem a diákok. Hát most elég sok minden nem, történik. Hanem találkozom azokkal, akik itt vagy ott nőttek föl. Nagyon sok kaposvári növendékkel dolgoztam az elmúlt időben. És ez nagyon érdekes volt. Hozzáteszem, kiváló tehetségekkel, akik Kaposváron végeztek. Mert hogy értsék a hallgatók, ugye itt egy azt is lehetne, úgy lehetne fogalmazni, hogy két szemben álló gondolatra épülő oktatási módszer működik. Egy színésznél nincs szemben álló gondolat, tehát nincs baloldali színész. Nem így gondolom, ez most nem ideológia, hanem a színház felfogás. Az sem. Van, aki a Vigyánszkyre esküszik, mint mesterre. Hát annak az volt a jó, én nem kérdőjelezem ezt meg. Engem az érdekel, a Pali fölmegy színpadra 10-kor, és kettőig mire képes. Az se érdekel, hogy mit művel ő a politikával és a politika vele. Az egy másik kérdés. De azért az befolyásol egy emberi mentalitást és személyiséget. Mint ahogy az kihat a művészetére. Erre is gondolok. Persze, biztos. Ebben egyetértesz. Igen, de arra nem lehet kényszeríteni, hogy azt átvizsgáljam azért. Neked nagyon sok ellenséged van, azt gondolod?
Nem tudom, nem hiszem. Biztos voltak, akik sértve érzik magukat, hogy esetleg megbánthattam őket avval, hogy nem ájultam el tőlük. Sok olyan egykor barátom, munkatársam vált számomra nem fontossá. Lehet, hogy az én hibámból is, persze, nyilván. Ami fájdalmas tulajdonképpen, de nem korrigálható. Tehát nem gondolod néha azt magadról, hogy lehet, hogy nem kellett volna ilyen keményen fogalmaznom, így gondolkodnom, és hogy esetleg enyhébb ítéleteket kellett volna mondanom. Én azt gondolom, hogy az igazat én elviseltem, akkor is, hogyha nem tetszett. De hát revideálni tudtad a nézeteidet, a gondolataidat, a kimondott szavaidat, ha rájöttél, hogy hülyeség volt? Arra igen. De a nézeteimet, a szemszögemet azt nem tudtam nagyon megváltoztatni. Morálisat. Abban jezsuita lettem sajnos, ami nem jó. Nem jó. Mit értesz azon most itt, hogy jezsuita lettél? Egy ideig elnézem, és egy ideig nagyon szigorú vagy? Mondom, hogy akkor kész, ennyi. Nem, de nincsenek illúzióim. Ott laksz valahol messze, Zalaegerszeg közelében, de innen messze. Azt is mondtad, hogy nagyon nem szeret Budapestre jönni, mert nem szereted ezt a várost. Nem lehet, hogy ennek az az oka, hogy szándékosan elmentél jó messzire azoktól, akikről azt gondolod, hogy téged nem nagyon fogadnak el? Nem. Sőt, nem is szeretném elfogadnának, hiszen a rádióban dolgoztam akkor, mikor a rendszer fordult egyet, és hát nekem nem kell mondanom, hogy ott milyen műhelyek voltak, és milyen hát nem. Nagyszerű emberek, és milyen szelleme volt, hadd nem mondjam. Pedig milyen jó arra visszaemlékezni. Igen, most mondják épp a pakodát. Igen. Azt se tudják, hogy ott mi minden történt. Bizony. Márványt, de mindegy. A szívem szakad meg. És akkor nekem ott is. Egyszer csak az emberek kezdtek meghűlni. És én nem okos ember vagyok, csak ahogy mondod, emocionális, és azt mondtam magamban, ha ilyen hülye kezd lenni mindenki, akkor én ebben benne maradok, én ebben beledöglök. Tehát innen el kell menni. Tehát valahova, és már akkor az albéri házam már működött, és volt egy tervem 40 éves koromban, hogy az öregségemet valahol majd ilyen telexszel fogom elintézni, nem tudtam még, hogy lesz internet. Mekkora már és akkor van. Valahogy a Jóisten írt egy forgatókönyvet. Egy vidéki gyerekről, aki lettél. 93-ban hívtak Nyíregyházára, ott megismerkedtem a feleségemmel, ott született egy gyerekem, a feleségem zalaegerszegi, elmentünk Zalaegerszegre, hogy a gyereknek a nagymamája. Az ország másik végére. És a dolgok egyszerűen kisimultak. Vidéki gyerek mert lettél? Mert nem akartam, mert most én akkor jövök Pestre, ha megfizetik, vagy ha örömöm van benne. És nem lehet, nem élek azon a színvonalon, mint a heti hetes idejében. Tehát az, hogyha én el akarnék menni Bécsbe 2-3 napra, hát akkor ezt meg kell gondolni, hogy arra most áldozzunk-e pénzt, pedig nagyon szeretek Bécsbe menni. De ez engem nem zavar. Tehát annyi minden hogy szép történt. Hogy élsz ott a vidéki házadban? Vidéki emberként? Igazi mezőgazdászként? Ugyanúgy, mint Pesten? Ki sem megyek a kertbe napokig. Nem. Olvasok, írogatok. Jó, színház, mozi, ez mind bejön a házba. Feleségemmel beszélgetek, alszom, ugyanúgy élek, mint hogyha itt élnék, és Füst Milán, nem tudom hány éves korában lehúzta a redőnyöket, és soha többé nem ment ki az utcán, és mindent tudott. Ez igaz, pedig nem volt internet. Juli, mindenben részt vettem. Ez igaz. Mindenben. Most már nem kell részt venni. Hát miért kell részt venni? Már az is szégyen, hogy
hogy itt fényezem magam ebben, hogy itt beszélek, hogy kit érdekel, hogy mi van a Verebessel. Nagyon remélem, hogy a hallgatókat érdekli. Ha nem, akkor én vagyok. Jó, én meghallgatnám. Én vagyok a tehetségtelen. Ez a fószármas, miket beszél, persze meghallgatnám, de olyan nagyon fontosnak nem gondolom magam. Tehát senki nem lenne, aki írna egy könyvet, és abban a Verebesnek mondjuk olyan szerepe lenne, hogy adott nekem valamit, lehetett hozzáigazodni, tudta, hogy merre induljak el, és támogatott ember? Jól esne, de nem fontos. Nem fontos. De nincs ilyen, biztos? De van. Vannak olyan hűséges... Az egyik én volt a Bajor Imre, aki elvitte a kedélyem felét. De most fiatal színésznő, van egy fiatal színésznő, akinek a ragaszkodása iszonyatosan megtisztelő, úgy hívják, hogy Kónya Renáta. Iszonyatos tehetség. Ő az, aki Erdélyből jött? Nem, Vajdaságból. Vajdaságból jött. De akkor mondom neked a nagyságot. Én szerintem a Kónya Renáta a Domján Edit utóda. Hol lehet őt látni? József Attila Színházban, de nem biztos, hogy úgy fogod fogadni, mint a Domján Edittet. Mert a Domján Edit eljátszotta a Bolondlányt, a mindent, Kalkodmiát, azt hiszem a Füst Milán darab. Igen. Eljátszotta Üvegcipőt, és a Kónya Renátát nem biztos, hogy föl fogják építeni Domján Editté. Nem alkalmazzák, jó szerepeket fog játszani, mondják, hogy tehetséges. Hát ahhoz kellettek jó rendezők nyilván. Nem, ahhoz kellett valaki, az Ádámottól valaki, aki ezt fölépíti. Te már erre nem lennél képes, hogy fölépíts egy színésznőt? Én megpróbáltam Nyíregyházán. Én megpróbáltam pályákat fölépíteni, és azt gondolom, ha valamiben sikeres voltam, akkor abban, hogy a 12 vezető színész, ahogy elmentem 6 év után, mindegyik a piacon értékesebben... Na tessék, és lehet, hogy majd könyvet írnak rólad. Nem fognak követni rólam, mert azok közül is más igen, jó, szóval nem szabad elvárni azt, hogy megint csak azt mondom, nem szabad elvárni, hogy én... Mondták, hogy én fedeztem föl a Bajor Imrét. Nem én fedeztem, hanem én fedezem föl, fölfedezi más. Én kerültem hozzá ahhoz a lehetőséghez, hogy neki lehetőséget biztosítsak. Tehát nem kell, én sem vagyok hálás a Marton Frigyesnek, pedig ő épített föl. Érdeke volt, hogy fölépítsen, mert nem volt éppen akkor más. Nekem érdekem volt, hogy a Bajor Imit igazoljam, hogy olyan szemem van, hogy ez a pali játssza ezt a szerepet, az egy más kérdés, hogy a legjobb barátom lett. Tehát az ettől függ. De előbb tudtad, hogy oda kell, hogy menjen színésznek, mielőtt barátod lett. Orrom volt rá. Hát ezt kérdeztem ebben, az előbb, hogy volt-e ilyenben orrom. Ebben elég jó vagyok. Tehát abban elég jó vagyok, hogy valakiről kisüssem, hogy ebben lehet talán valami. Uh-huh. Ebben egész ügyes vagyok. Hogy telik nálatok a karácsony a gyerekeiddel, mindenkivel jóban vagy, és ott lesz mindenki? Mindenkivel jóban vagyok, és egy nagy gondom most, hogy a fiamnak a ikerlányai közül a Norma náthás volt, és akkor nem covidos, de elvitték az orvos. Az orvos azt mondta, hogy nem tanácsolja, hogy szenteste a nagypapa, meg a felesége, mert lehet, hogy most nem tudom, hogy lesz-e szenteste ott, de már 26-án a Linda lányomnál, ott már a 20 nem tudom hány fős, ott már biztos, hogy ott lesz mindenki, mert mindig együtt családom, vagy? A családom az hibátlan, ott én nem találok fogást. Politikai különbségek sincsenek köztetek? De, vannak. És azt leküzdite? Nem beszéltek róla? Nem zavar engem. Bele sem, ha provokálnak, akkor elmondom a magamért.
De nem hagyod magad provokálni különösebben. Vagy? Én nem provokálom, de mondom, ha provokálok, akkor mondok valamit, és abban viszont erősebb vagyok, és mindig elhallgat a másik. Jezsuita. Igen, de nem. Nem tudom, hogy csináltam. De jó fejek kérdem, a gyerekek. Szakmáról kérdezted, hogy én vagyok a veremes. Azt nem tudom, hogy csináltam, de ezt baromi jól csináltam a három gyerekemet. Nem tudom, hogy. De ez... Hát erről ez... nem foglak megkérdezni, hogy hogy csináltad. Nem tudom megmondani, mert nem neveltem őket. Akkor talán lehet, hogy az volt a... Nem, lehet, hogy ez a titka, látod. Tudhatták és tudhatják, hogy amíg itt vagyok, addig itt vagyok. De nincs receptem rá. Lehet, hogy ezt úszták meg, hogy nem, ez volt a jó, hogy nem nevelted őket. Lehet. Verebes István volt a Dobbszerda mai vendége. Köszönöm, hogy itt lehettem, jól éreztem magam. Érdemes volt följönni Pestre. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Szép ünnepeket kívánok, legyen rajtatok maszk, és nagyon boldog, vagy normális, vagy nem is tudom, milyen új évet kell most kívánni. Én is ugyanezt kívánom viszont. A mai műsorban Lantos Dániel, Rózsahegyi Gábor segített. Köszönöm az ő segítségüket. Legyen nagyon szép a karácsonyok, az ünnepnapjaik. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra!